Dicsértessék! Mindörökké. Atyám, segítsen rajtam! Maga volt az egyetlen ember a faluban, aki kiállt érte. El akarják tőle venni a gyereket, azt akarják, hogy vetessem el. El akarják venni az egyháztól a csodát, ne engedje! Hát, fiam... Megkéstél egy feltájórát. Szóval... Éppen előtte egy feltájórával volt itt, szóval... Meglátogatott az úr. Kicsoda? Hát, az úr, a teremtő. Az úr Isten? Ő hát. Magát? Engem hát. Miért? Gyakran meglátogat. Főként, mikor felhozom a pincéből a másnapi misebort. Szereti az itteni termést. Egyszer csak megjelenik, leül. Hát éppen ott ült az előbb, ahol most te. Na jó, 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 azért nem kell ugrálni. Na, ülj csak vissza. Nem, köszönöm. Na, hát szóval itt szoktunk ülni, beszélgetni, vicceket mesélgetni egymásnak. Vicceket az Úristen. Jó, vicceket hát. Nehogy azt hitt már, hogy a Terenti a főre zordmortos öregember, dehogy. Nagyon is jókedélyű, jó humorú, mondom neki a múltkor, aztán tudja én Teremtő atyám, hogy mi a vicc? Azt mondja, nem tudom, mire én szépen letettem a kezemet elé az asztalra. No, mondom neki, sózzon egy nagyot a kezemre, uram atyám. Rá is sózott, de hatalmasat. Én meg szépen elrátottam a kezet, de csapott is akkor át az asztal lapjára, hogy kerek óra hosszat ugrált kígyába. Na látja, uram Teremtő, ez a vicc. Nem haragudott meg, mi? Ő, ugyan már. Nevetek! Kész egy pohár kával? Nem, köszönöm, most már, de hogy. Na most aztán kiszúrok a Szent Péterrel, mondta, és fölment a mennyekbe. Ott mindjárt hívott a Szent Pétert. No, Péter öcsém, tudod én, hogy... Mi a mit? Azt mondta, nem tudom. No, majd én megmondom, mondja az úr, és néz körül, hogy hol egy asztal. Na, tehát a mennyek országában nincs efféle földi hívság. Így jobbat nem találván. A homlokára tette a tenyerét. No, csapj ide, Péter! De jó nagyot! Az meg oda! Erre már Szent Péter is oda csapod, de hatalmasat! Na, de az Úristen egyikét látta, el is kapta rendesen a kezét, mire úgy csapta a homlokon a derék Szent Péter, hogy mente, hogy a kezed! Bele a mannába! Mibe? A mannába! A mannába? A mannába! Hiszel Istenbe? Nem nagyon. Én is ilyen formán vagyok. Meg is mondtam neki a múltkor, de őszintén. Az úrnak? Neki. Mit mondott? Azt mondta, ne törődjek vele. Ő is ilyen formán van vele. Az úr? Az úr. Nem hiszi, hogy van? Nem. Például azt mondta nekem a múltkor, tudod, Bélám, én azt hiszem, nincs az a teremtő erő, ami ennyi hülyét létre tudna hozni. Józsi fiam, miért nem hiszel nekem? Mi hiszek? Nem hiszel. Egy szavamat se hiszed. Azt hiszed, nem látom. Pedig becsület szavamra itt volt. És én megkérdeztem tőle, mondja meg, de őszintén, csoda ez, vagy hiba? Mit mondott? Azt mondta nékem az úr, ritka nagy mara vagy te, Béla. Ezt mondta? Ezt, és még hozzátette. Hát azt hiszed, te vén mara, hogyha nékem végre valahára eszembe jutna egy valamire való csoda, akkor ezt pont ezeknél a kommunistáknál csinálnám meg. Hát azt hiszed, hogy olyan hülye vagyok, hogy pont a szocializmusban csinálok csodát?
hogy azt mondtassák, Isten, nincs ipi apacs, kimondtuk, ezt a csodát is mi csináltuk, egy frászt nekik, de nem csodát, mondta dühösen az úr. Aztán megjött még egy hosszú lépést és elment. Plébános úr, maga engem teljesen hülyének néz. Fiam, te nem hiszel az egyház szavában? Én a gyerekben hiszek, aki itt van a hasamban. Mert az tény, itt van, hallom, érzem, és ezt a tény, ezt senki nem veheti el tőlem. Senki! Senki! Még az Úristen sem! Nézd, fiam, és a kettőt tanácsolhatok neked, vagy szedd össze a cókmogodat, és ered közel innen, amilyen messzire csak tud. Maradok, és az maradok, aki vagyok. Itt és Józsiként akarok élni, együtt a gyerekemmel. Dicsértessék!